Köszöntöm nézőinket, Mozaik című műsorunkban tovább folytatjuk a hűségnapi kitüntetettek bemutatását, egy jó beszélgetésre várjuk a kitüntetetteket, így például Szőcs Géza grafikus művészt, aki Sopronért emlékéremben részesült, gratulálok a szép elismeréshez. Én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást, és köszönöm a gratulációt. Tegeződni fogunk, hiszen nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és valószínűleg nem benne más változat. A legelén arra lennék kíváncsi, hogy a művészetedben, az alkotásban mennyire játszik fontos szerepet, hogy Sopronban élsz, hiszen tulajdonképpen egy Sopronért emlékéremmel ismerték el az alkotásodat, illetőleg a grafikusi pályádat. Ugyanakkor, ha jól tudom, meg nem itt születtél. Igen, a család egész messziről származik. Édesapám Csíkból származik, már 43-ban átjöttek, édesem meg Bajai, nem Baja, hanem Vaja, és ennyire Nyíregyházán nőttem fel, és oda jártam a Kossuth Lajos gimnáziumba, és majd ide vezetett az út az erdőmérnöki karra, ott, ahol találkoztam nagyon jó barátom a Mésző Károllyal, illetve a mesterrel, a Sótrai Tamással, aki annak idején a fásoknak tartott szabadkézrajzot, és a Somfalvi Gyuri bácsi volt ennek a igazából eszmély szerzője, hogy legyen ott egy ilyen szabadkézi szabadiskola, és az erdészek mi is betettük oda a lábunkat. És én úgy végeztem az erdőmérnöki egyetemet, hogy a Torony Galériában csináltunk, amit most is üzemeltetek, egy kiállítást, egy egyetemi kiállítást, és akkor mondták, hogy jó lenne, hogy már diplomunkámat is bemutatnám, nem csak a képzőművészettel foglalkoznék. És akkor így lett a Rót, a Rótból ott lehetett rajzot tanítani, nevelőtanárként most is úgy dolgozok, minden létrán voltam az intézményen belül, sőt kívül is. És röviden, ilyen gyorsan odaértünk a művészethez. Délelőtt művészet volt, délután a kollégium, és most az emlékérem kapcsán, mert nagyon sokat piszkáltak, hogy a Torony Galériát kéne működni, és a közért is jó lenne egy kicsit tenni, és ott volt az ember feje felett, és elkezdtem csinálni a grafikákat. Ez volt a rövid út. És mi még, ami Sopronhoz kötötte az embert, amiért itt maradt, tehát a táj, az erdészet, a fák, a növények. Az emberekkel szép lassan ismerkedtem meg, mert abban az időben nem volt sok időm az emberekkel találkozni, mert délután mindig szabad volt, mindig kérdezik a kollégák vagy barátok, hogy délután rá, mondom, nem érek rá délután, én délelőtt érek rá. Tehát így kimaradtak mindig a nagy ismerkedések. A Szent György utca, az antikvárium, az volt gyakorlatilag Sopronnak a centrumot, nagyon sok emberrel megismerkedtem a Tóth Tiboron keresztül. Hát röviden ennyi Sopron, meg a Vörösbor. A Torony Galériánál, ha maradunk, akkor gyakorlatilag egy értékmentés, értékteremtés folyik a Torony Galériában, tehát ez azt jelenti, hogy a te számodra nagyon fontos, hogy nem csak a te alkotásaidat ismerjék meg a nézők, a közönség, hanem más értékekkel is találkozzanak. Ez egyfajta jószolgálati cselekedetet, ha jól sejtem, a Torony Galériának a felkarolása. Ne legyünk ennyire nemesek, de hát így van mögötte egy ilyen feladat. Az iskolából indult, annak innen a rajzködnek, a Rótnak az égisz alatt csináltunk kiállításokat a diákoknak. Utána egy kicsit felszabadult, amikor más pozícióba kerültem az iskolába, akkor több volt a, úgymond szabad idézőjelben, több volt a szabad mozgás, hogy így mondanám inkább. És diákoknak, felnőtteknek, egyesületeknek rendezek kiállításokat. Nálam a kiállítás az mindig az utolsó, az alkotása sokkal fontosabb, hogy attól, hogy mi lesz majd vele, hát majd valami történik vele. Tehát ez egy jó szolgálati tevékenység, egy szó mint száz. Részkarcok alapvetően, ami az embernek eszébe jut rólad és a műveidről. Miért pont ez a technika, amire rátaláltál? Az eleje az itt kezdődik, ezekben a pici kis noteszekben kezdődnek. A jegyzettelés, a vonal, az egész vékony kis szösszenetek, rajzok, írások, vázlatok. Ez elég réginek tűnik ez a... Igen, ez réginek tűnik ez a katonaság. Szerintem mindenütt lehet rajzolni. Volt egy kiállításomnak a címe, hogy bárhol lehet rajzolni. És a katonaságnál kaptam az első ilyen díjamot. És ezek a noteszeket annak idején kitaláltam, de a részkarc az mindig vonzott. Tehát a nagy mesterek, Kondor Béla, Vücz Ádám, részkarcban inkább Kondor Béla voltak, Csuhány Kálmán, de a részkarcban van meg az a fajta lehetőség, hogy egyszerre nagyon lírai vékony vonalakat lehessen meg létrehozni, vagy a sav hozza létre a részkarcnál a sav, a metszetnél metszemén.
és igazi vastag vonalakat, ami nálam egészen eldurulhat a kalapálásig. Tehát bizonyos vastag vonalakat, vagy effekteket, vagy roncsolásokat sokszor nem is a sav alakítja ki, hanem mechanikusan szétkalapálom gyakorlatilag. És ezek a gyakorlatilag a könyvek, a rajzok, a festmények, azok mind előtanulmányai a grafikának. Nekem a részkarc a szívem csücske. Van-e félreértés a részkarccal kapcsolatban? Hiszen szerintem nem pontosan van meg azért a laikusoknak, hogy ez mit is jelent. Igen, a részkarc azt hiszik, hogy a lemez karcolják. Uh-huh. Hát igen, felsértik. Ez olyan, mint a mai világban nyomtatott áramkörnél a nyák. Nyomtatott áramkör. A sav alakítja ki a vonalat, van egy lemez, bármilyen tehát fémlemez lehet, nem csak rézlemez, az bevonulva egy saválló felülete, és ez meg van sértve. És ezt a sértett felületet rakják bele valamilyen maró folyadékba. Amúgy a nátriumklorid is alkalmas lenne, mindenki tudja a kocsijával kapcsolatban, szépen szétmarja. De a vasklorid, salétromsav, ez egy kis kémia, az is működik. És utána mossák le a lemezt tisztára, és a vonal mérésébe kerül bele a festék is, ami nem lett megmaradva, az gyakorlatilag fehérre marad. Tehát fordítva, amit húzok vonalat, az lesz a fekete. Uh-huh. És ezt egy mély nyomó késsel készülnek. A nyomatok, nem a printek. A nyomatokat a művész alakítja ki, a printeket meg a számítógép nyomtatja ki, vagy a lézer, vagy a plotter, vagy etc. etc. Ahogy az ember nézi az alkotásaidat, hihetetlen erős szimbólumrendszerekkel teli. Tehát, hogy neked nagyon-nagyon fontosak a különböző szimbólumok. Mindig is meghatározta az alkotásomat a három alaforma, tehát a kör, a négyzet, illetve a háromszögése köré épültek, vagy szervesen ízesültek bele a mondanivalók. Hát valaki azt mondja, hogy szép, megosztanak itt a Facebookos profilon is a dolgok, valaki azt mondja, hogy túl erőszakosak. Volt, amikor Szemet Imre úgy fogalmazott a rajzom, hogy sokkal tragikusabbak, mint a valóság. Valaki, én megpróbálom kidolgozni a gondolataimat, vagy a félelmeimet, vagy a régi-régi elfeledett dolgot, amit az ember gyerekkorában valahonnan valamiért összegyűjtött, valaki meg másképpen, vagy nem meri elmondani, soha nem szembesíti magát. Tehát a szimbólumok, a jelképek szerintem fontosak, és a szimbólumok gyakorlatilag velünk egyidősek, és az emberiségen. Több érdekességet is hoztál most ide nekünk, amelyek azt mutatják, hogy jelenleg mi foglalkoztat és mit dolgozol. Mit hoztál még a vázlatfüzeten kívül? Hát a vázlatfüzeten kívül most egy rövid időutazásban van részünk, mert a vázlat az 1993-as, a legújabb rajz meg azt hiszem tegnap esti mutatvány, vagy Babicsnak kötet, meg most hirtelen nem találom. Most ez a tegnap előtti rajz, tehát most az ötletem támad, hogy megmentek olyan könyveket, mondjuk verses kötetet, soha nem... Hát költőket találkoztam, de így, hogy versüket illusztráljam, ehhez nem volt még szerencsém, és szerintem Babics nem haragudna meg, hogy a kötetébe biztosan rajzolok. Ugye ez az érdekes, hogy a megmenteni, azt magyarázzuk el, mit jelent, hogy megmenteni, mert hogyan került például ez a Babics kötet hozzád? Hát ez csúnya szóval kikerült a könyvtárból. Vagy könyv gyűjteményből, úgy mondjam, nem biztos, hogy könyvtár volt, könyvgyűjtemény volt, kallódott. Ez 1943-os Athénaeum kiadás, ennek van egy sokkal nemesebb példánya, a bőrkötés és számozott példány, mert sajnos nem számozott példány, és az a tervem, hogyha amíg verse inspirálnak, az feladat, hogy minden egyes ciklus elé egy rajz kerüljön, és ami versek még pluszba inspirálnak, akkor oda is kerüljön rajz. Mindig csapongok ilyen dolgokban, lehet, hogy mondjuk lesz belőle részkarc. Uh-huh. Tehát és akkor mondjuk meg lehetne úgy csinálni, hogy egy nagyon limitált példányszámba a nyomatok, illetve a versek egymás mellett összekötve, összefűzve, mondjuk 4-5 példányba csak, mert az meg már munka része, tehát az már nem művészet, azt le kell nyomtatni, és a minnyomásos technika az elég melós. De ezt most akkor gyakorlatilag a saját gyönyörűségedre, szépségedre, kiteljesedésedre készíted ezeket a grafikákat? Gyakorlatilag az egész művészetet az ember saját maga kiteljesedésre készíti, mert az szerintem mindig egy bilincs, amikor az ember valakinek dolgozik, tehát mindig vannak, voltak megrendelések, de az ember mindig érezte azt a bajt, a bilincset, hogy,
hogy hát ilyen méret legyen, 130 centi legyen, 110 széles, ilyen szín legyen. És akkor az embernek a szárnyait akkor, kicsit megmetszegetik hát, ezzel. Persze, mindig így működött a művészet, természetesen mindig így működött a művészet. Néha azért behódolok, tehát hogyha nem állt tőlem távol. Tehát itt is most meg szeretnék valakit keresni, akit esetleg érdekel egy ilyen jellegű kötet. De nem akarok belőle üzletet csinálni, azért tanítok. És az a legnagyobb, hogy mondják, békjó, amikor azért kell dolgozni, hogy megélhetés betevő falat legyen. Tehát akkor te a szabadságodat megtalálod a művészetben. Hát igen, ezért vagyok 24 órás ember. Legvégén még ezt nagyon érdekesnek találom, ezt a kis albumot. Ez milyen album? Ez az, húgomtól kaptam egy nagyon nem túl szép színű merített papírnak szánt ajándékot, de gondolta, hogy úgyis át fogom festeni, és nagyon régének tűnik flitter, meg gyöngyök, meg mindennek van rajta, de át lett festve. Gyakorlatilag a fiamnak a születésével egy időbe keretkeztek benne a lapok, és az is a címe, hogy előtt fiamnak ajánlva. És ebből készültek részkarcok, amire meg úgy alakult, hogy ezeket a rajzokat felhasználva a Miskolci Grafikai Biennálén kaptam a szakmai díjat. Én gratulálok még egyszer a szép elismeréshez, és azt kívánom, hogy továbbra is teljesedjél ki az alkotásban. Nagyon szépen köszönöm a riportot, és mindenkinek további szép napot kívánok. Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásunkban. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!